És igen, ez az a videó, amiben elmondok mindent, amit tudni kell a twitch dropokról illetve ha bárki megkérdezi a csaten, ugye a Twitch-en adásban, hogy mik ezek a droppok, hogy lehet átvenni őket, mit kell tenni hozzájuk, azt mondom majd, hogy itt a videó, nézd meg. Szóval, beszéljünk a droppokról. Egyrésztről vannak hétközi droppok, ez minden hétfőn 15 órától egészen pénter 15 óráig, 240 perc nézési után 4 darab token, majd péntek 15 órától egészen hétfő 15 óráig további 6 darab token. Ez négy hír egyébként. Viszont a csavar. Március másodika. Ez egy szombat, nap. Itt lehet további 10 darab tokent szerezni azzal, ha nézitek, akár a hivatalos élőadást, akár az én élőadásomat, ugyanis lesz majd egy roham legenda kupája, szombaton lesz ugye az első napja ennek, vasárnap a második, vasárnap lesznek mystery droppok, de erről majd később. Szóval, ezen a március másodikai napon nézed összesen 180 percen keresztül ezt a roham legenda kupáját, a további 10 token szerezhetsz. Van kérdés azzal kapcsolatban, hogy a dropok -ok nem működnek, hogyan kell átvenni, stb. Akkor íme egy cikkerről látni minden, mi az a drop, hogyan lehet megszerezni, miért formátumok vannak, mik azok a rejtélyes dropok, -ok, ugye, ami majd lesznek május 3-án, és a többi, és a többi. Na de beszéljünk a rewardokról. Mit kell kivenni, vagy inkább mit érdemes kivenni a dropokból? Első körben játékon belül depó, ejtőernyőikon, token volt, és itt látjátok, hogy mennyi tokennel rendelkeztek. Ugye, ha nézitek, négy héten keresztül az élőadásokat, meg még azon a hétvégén, amit ugye mondtam nektek a mászós másodikai hétvégén, akkor összesen öfven egy token, ebből kijön egy hatos prémium tank, valami tartalék, prémium nap, 2 vagy pedig szorzó. Vagy pedig el lehet festésekre, de ami a kérdés általában, hogy melyik prém tank célszerű. Nagyon fontos, ebben a videóban nem lesz játékmenet, tehát ha szeretnétek látni csatákat, akár a Skodával, az Estérvével, a Pudlival, akkor a en élőadásban Sefton-ból kérjétek ki. Ugye a Sefton az a csatorna pont, amit ugye a stream nézését cserébe kaptok. Na de, három tankból az nem megérősebb a pudel. Erre kell pattintani egy turbót, egy HP boostert, egy gyorsítást, és a pudel tök jól fog működni. Lényegében ez egy panter. Nekem az egy kedvenc tankom, remek főfegyverzet, OP prémlövedék, lövedék, remek páncélzat, tehát um, igazából szögeálni kell, és igazából fixen fog pattani a tankról mindenki, toronyoldalról mindenki lepattog, a frontról el szokott patolni az remek tank. Viszont, mivel én korábban is ezt ajánlottam, ezért a második pik, ha eset már a pudli megvan, akkor az STRV, ugye ez a Surströmming kettőli festés rendelkező STRV a garázsomban egy remek gépezet, ugye ennél én turbót használok, szellőzést, forgási mechanikát, egy remek az a a valódi előnye az nem más, mint a tártöltő mechanika. Ugye 14 szek alatt újra tölt, majd ugye kettő másodpercedik el lövések között. Egy remek tank, ez a 4x150 sebzés, ugye 6 másodperc alatt, 600 sebzés, 6 szek alatt, az rengeteg, egy brutális tank, szórakoztató, kicsit olyan, mint korábban volt a francia Sherman. Nézzük a garázsban van-e. Hát a szerencsénk van. Na, szóval az estérvé az kicsit olyan, mint egy svéd M4 a 1 fl 10 A kettő tank az hasonlít. Ez kicsivel gyorsabban tölt, ugye az Indra Clip ide ideje kicsit jobb, csirébe kisebb az alfája. De az STRV egy remek kis tank. Izgalmas, szórakoztatónak el, eléggé sok meccsen volt vele. Amit tudni kell, hogy ez az első svéd tank a játékban, és még igazából még a mai napig tök jó funkcionál. És akkor a harmadik opció, hogyha már a pudel megvan, az van, valamiért nem tetszik, akkor a sorat T40. Ez a tankkal sokat nem játszottam, van vele összvisz egy csatánk, de abban az egy csatából nekem az jött le, hogy ez a tank tök jó működik. Szintén, mint a pudlinál, turbo HP egy gyorsítás. És szerintem remekül funkcionál. Ez a 220-as alfa 6-ban kiemelkedő, a penérték főleg kiklövedékkel szintén eléggé baba. Ez egy ilyen közepes hatótávon jól működő közepes tank, ajánlott, igen, ajánlott a gandep 6 fok kielégítő, jól működik szerintem. Negatívat nem tudnék mondani erre a tankra, igazából közepesen mozgékony, páncélzattal szerintem nem igazán rendelkezik de sokkal papírral, mint mondjuk egy pudel. Nem, nem egy kiemelkedő tank. Én ezt nem választanám, tehát ha minden meg lenne, utolsó választásom lenne. Szóval pudel, ha még nem vettétek ki, akkor mindenképpen ez a választás a legjobb szerintem. Nem vagy több biztosak abban, hogy a pudel valóban akkor a németeknél tier 6 találjátok a vk 3002 m et Ez lényegében a pudel. Vagy, ha megvan mondjuk a Bretagne Panther, akkor a pudel ez a VK, igazából ugyanaz a tank. Ez egy tier panter lényegében. Igazából a valódi panter, a világháborúban ez a tankkal mentek. Nem, nem a pudellel, de, de értedek, hogy mire gondolnék. Szóval a pudell, szerintem az első számú választás, nagyon jól működik. Be lehet vinni akár osztagba, szerintem egy remek tank. A második ugye a tártöltő mechanika miatt az STRV, szerintem remekül funkcionál. És a soda utolsó választás, de egyébként az a kis törzsörömben van, tehát nekem például, amikor próbáltam, azt kell mondanom, hogy kellemes csodódás volt. Nos, hozzászólásban, ha van bármilyen kérdés, írjátok meg, ez egy rövid felvétel, ha pedig valamelyik tankkal szeretnétek látni csatákat, élőadás alatt, ki, és akkor játszom vele. Nos, ha tetszett a felvétel, egy lájkot mindenképpen ültek rá, én se folytam, nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket is tudjátok. Hamarosan még találkozunk, addig sziasztok!